Szereti Isten a nagyot, szereti a kicsit is, akkor is, ha eső esik, vagy ha kék az ég. Kedves gyerekek, most egy ünnepi hangulat is eluralkodik rajtunk, mert megemlékezünk az Úr Jézus Krisztusnak a feltámadásáról, illetve először beszélek az ő kereszthaláláról. Lélekben készüljünk erre a különleges alkalomra, hogy Jézus meghalt és feltámadott. Jézus Krisztust elfogták a gonosz katonák a Jeruzsálemben. A hatóság kiadta a parancsot, hogy Jézust el kell fogni. Itt zavart kelt a nép körében, és hogy hát ő neki meg kell halni, mondták. Nagyon-nagyon jogtalanul, igazságtalanul így döntöttek. És hogy milyen szomorú az, hogy ilyen gúnyt űztek Jézusból, és hogy az Úr Jézus elviselte. Az Úr Jézus elviselte, amikor őt gúnyolták. Képzeljétek el, nem tudom, hogy ti mit szoktatok csinálni, amikor gúnyolnak titeket, a gyerekek, az osztálytársak, kigúnyolnak benneteket. De hát Jézuson nem volt mit gúnyolni. Ő tiszta, békés, szeretetteljes volt, és alázatos volt, ő semmi rosszat nem tett. És csúfolták, elővettek egy nálcálat, képzeljétek el, és ott csúhogtatták a nálcálat az arca előtt, a Jézus arca előtt csúhogtatták a nálcálat, és aztán ráhúztak egyet a fejére, jó nagyot, aztán még egyet ráhúztak a fejére, és hát ez nagyon szomorú volt. Ott köpködték, és fenyegették, és gúnyosan nevették, hogy na hát, te vagy az a király, te vagy az a különleges valaki, na, mutasd meg, hogy mit tudsz, hogyha tényleg Istenhez tartozol, akkor mondjad, hogy védjen meg téged, hogy ne legyen itt semmi rossz dolog, ne történjen veled semmi rossz dolog. De Jézus hallgatott. Amikor ütötték, akkor nem jajgatott fel. Amikor a tövis koronát úgy a fejére nyomták, hogy a nagy tövisek kivérezték, kisebesítették a homlokát, és folyt csorgott le az arcán a vér, és Jézus nem panaszkodott, nem fenyegetőzött, nem idegeskedett, hanem csendben volt, alázatos volt, mert ő értünk szenvedett, miattunk szenvedett, és hogy csendben elviselte, amit tettek vele, olyan nagy dolog az, gyerekek, amikor mi is csendben elviseljük a bántást, és nem haragszunk, nem adjuk vissza a pofonokat, nem rugdosódunk, nem csipkelődünk, nem harapunk, nem fenyegetőzünk, hanem valahogy a rosszat el is tudjuk viselni. Jézus aztán még megkorbácsolták a katonák, nagyon sokat ütöttek a hátára, véres volt, és már alig volt ereje menni a Golgotára, felmenni. Egy dombon volt ez a Golgota, ott végezték ki az embereket,
akiket halálra ítéltek, volt úgy, hogy sok embert egyszerre kivégeztek, most ez alkalommal hárman voltak. Jézus, és a másik két embernek nem tudjuk a nevét, hát ezek olyan rossz emberek voltak, tolvajok voltak, rajta kapták őket, és súlyos bűnöket követtek el, és úgy döntöttek, hogy kivégzik őket. Jézussal együtt kivégzik őket. Jézus ártatlan volt, Jézus nem csinált semmiféle bűnt, de haragudtak rá, irigyek voltak rá az emberek, és úgy döntöttek, hogy elteszik a lábolót, megölik őt, kivégzik őt. Jézusnak már nem volt ereje a nagy keresztfát vinni, mert tudjátok, hogy az nem egy olyan könnyű valami volt, azt a nagy keresztfát vinni. Annak súlya volt, és már az urat annyira összeverték, hogy ilyen meggörnyedt volt, fájt a háta, sebes volt, véres volt, és hát már összerogyott Jézus a kereszt alatt, a földre esett, nem tudott menni, hiába ütötték a katonák, hogy kelj föl már, Jézus, vigyed ezt a keresztet, nem tudott fölkelni. És akkor rászóltak, éppen jött a kertészetéből egy Simon nevű ember, és azt mondták neki, hé, paraszt, gyere csak ide, erős vagy te, fogjad ezt a keresztet, vedd föl, vedd a válladra, és vigyed oda föl a dombra, na majd erre fogjuk fölfeszíteni Jézus. Hát szegény Simon, Cirénei Simonnak hívták, szegény Simon félt a katonáktól, félt a fegyverektől, mert neki szegezték a fegyvereket, hogy gyerünk, vigyed, vigyed a keresztet. És nem mert szólni, és alázatosan a vállára vette a keresztet, és vitte, lépett egyet, lépett kettőt. Nagyon nehéz volt, próbált megállni, de ott ordítottak a római katonák, ne állj meg, te paraszt, hanem vigyed, erős vagy te, kertből jössz, ott is dolgoztál, mit akarsz, vigyed. És Simon vitte alázatosan a keresztet, és nagyon csodálatos az, hogy volt, aki ezt vállalta végül is, hogy vitte a keresztet. Aztán felértek a Golgotára, és ezt a nagy keresztet lefektették a földre. Ott voltak a hóhírok, nagy kalapácsuk volt, és ilyen nagy szög volt a kezükbe, a szögnek volt feje is, meg még tettek alá egy lemezt is, és akkor ráfektették Jézust a keresztfára, így ráfektették a keresztfára, és akkor így ide látjátok, így ide ütötték a nagy szeget, a nagy rozsdás szeget, oda szegezték a keresztfához. Nagyon fájt ez az Úr Jézusnak, de elviselte csendben, mind a két kezét oda szegezték a fára. Aztán a lába fejébe is beleütötték a nagy szegeket. Vérzett a lába. Aztán, mikor megtörtént a keresztre feszítés, akkor felállították a keresztfát, egy gödörbe állították, aztán jól megerősítették, hogy megálljon a keresztfa. És Jézus ott volt, és ugyanott volt
a közelébe a két bűnöző, és azok ott káromkodtak, ordítoztak, fájt nekik borzasztóan a seb, ahogy a keresztfán voltak. A katonák ott nézelődtek, hogy kinek milyen maradt itt a tolvajok, és levetették a ruháikat, de hát azt mondták, hogy Jézusnak volt egy köntöse, hogy hát azt nem osztják, nem tépik annyi felé, ahány katona volt, hanem legyen egyé, sorsot vetettek, és akkor azért a katonái lett a köntös. És hogy hát a katonák levonultak onnan, és Jézusnak csak a közeli rokonai voltak ott, az édesanyja állt ott a kereszt alatt, Mária. Sírt nagyon Mária, síratta fiát, Jézust. És voltak még ott páran, meg még az egyik kedvenc tanítványa is ott volt. Ezt a tanítványt így hívták, jegyezzétek meg a nevét, ő bátor fiú volt, János. János ott maradt a kereszt alatt, ő nem félt senkitől, és ő szeretettel ott állt és imádkozott. Jézusra, a szenvedőre felnézett. Csodálatos ez a János evangélista. És aztán Jézus egy pillanatban meghalt, lecsukódott a szeme, és megállt a szíve, és hát ott volt egy bizonyos ideje, és aztán utána ellenőrizték a katonák, hogy meghaltak-e, akiket keresztre feszítették, és hát nagyon szörnyű dolgot csináltak azokkal, akik még úgy bizonytalanak voltak a katonák, hogy meghaltak, eltörték a lábszárukat, hogy nehogy elszökjenek valahogy. És Jézuson látták, hogy már halott, és azt mondták, hogy nem törjük el a lábszárát, hanem a szívébe szúrtak a dárdával, az éles dárdával, és a szívéből víz és vér jött ki. És ez a vér, ami kijött, ez azt jelenti, hogy ez a vér mossa el a mi bűneinket, amit elkövettünk Isten ellen. Milyen csodálatos is, Jézus meghalt, és amikor lehetett, meghalt, levette Arimátiu József és Nikodémus Jézust a keresztről, és elvitték a sírba. Arimátiu Józsefnek volt egy sírja ott közel a Golgotához, és oda helyezték be. Ez volt az a sír, amit láttok mögöttem. Ezen a sír ajtón vitték be Jézust, és elhelyezték. Ott volt az Úr, és ennek a sírnak a bejáratára egy hatalmas követ hengerítettek. És mi történt? Sírtak a hozzátartozók, sírt Mária, sírtak a tanítványok, és a harmadik napon, halála után, kimentek, körülnéznek, hogy mi van ott, és látják, hogy el van hengerítve a kő, és kérdezik az asszonyok, akik kimentek oda, hogy hát mi is történt, és szembe találták magukat az angyalokkal, és Jézus azt mondták az angyalok, hogy keresitek Jézust, nincsen itt, örüljetek, ne féljetek, nincsen itt, feltámadott. Jézus feltámadott, él, nincsen itt.
Micsoda örömüzenet ez. Majd aztán személyesen is találkoztak Jézussal. Jézus feltámadott, és él, mert ő legyőzhetetlen volt, mert ő Isten fia, mert ő az urak ura, a királyok királya, a bűneinkért halt meg, és feltámadott, hogy vele éljünk örökké. Áldott húsvéti ünnepet kívánok nektek!